A részletekkel kapcsolatban vendégem a stúdióban Pálffy István, a KDNP frakció szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm az Echo TV nézőit! Beszéljünk egy kicsit az előzményekről, tehát a családi adókedvezmény, mint olyan létezik és igénybe vehető, viszont kik járnak a legjobban ennek a családi kedvezménynek az igénybevételével? A legjobban azok a nagy családosok járnak, ahol három vagy több gyermeket nevelnek. Persze mindez azt jelenti, hogy megkapják a gyermekek nevelésére, tanítására, ruházkodására, ellátására szükséges költségeket a közösségtől, tőlünk, az országtól, az adófizetőktől, az államtól és ettől a kormánytól. Mindenki jól jár egyébként, az egy és a két gyermekesek is, ők kevesebbet kapnak. A három gyermekesek, ugye az gyermekenként már 33 ezer forintot jelent, míg egy-két gyermekesek esetében ez 10-10 ezer forint. Ezt emelni szükséges, és akkor majd most fogunk gondolom rátérni, hogy... Majdnem. Viszont, hogyha azt nézzük, igen, és hát azért is szükséges maga ez az emelés. Tehát van egy bizonyos kedvezmény összeg, amit igénybe lehet venni, de mondjuk egy alacsonyabb fizetésű szülő, mondjuk teljesen mindegy, hogy férj vagy feleség, nem tudja ezt maximálisan kimeríteni, mert ugye csak és kizárólag az SZIA tartalomra vonatkozik ez az adókedvezmény jelen pillanatban, ha jól tudom. Ez a pontos helyzet, ez egy adó alapot csökkentő kedvezmény, ezért azok, akik kevésbé tehetősek, vagy kifejezetten szegények is lehetnek, azok számára valóban az adóalap nem csökkenthető már oly mértékben, mint amennyit a kedvezmény még mindig lehetővé tenne. Ez előfordulhat nagyon kis fizetés mellett egy gyermeknél is, és leginkább három gyermekeseknél fordul elő, hiszen ott magas az adókedvezmény mértéke, évi 618.750 forint. Hát ez már jócskán túlmutat az SZIA mennyisége mondjuk egy minimálbéres fizetésnél. Tehát azért átlagbérekben gondolkodjunk, ahhoz érdemes viszonyítani, és a 223 ezer forintos bruttó 2012-es magyarországi átlagbérhez képest ez két fizetés esetén nem sokkal van a fölött. Tehát itt arról van szó, hogy ezek bizony az átlag fölött alig valamivel kereső családok, és három gyermeket vagy még többet nevelnek. Hát rajtuk segít egyébként elsősorban a legjobban ez a családi adó kedvezmény kiterjesztése. Hát ez a helyzet jelen pillanatban, tehát összességében egyelőre csak az SZIA összege csökkenthető ezzel a családi adó kedvezménnyel. Viszont melyek azok a tételek, mondjuk járulék tételek, amelyek a jövőben is ebbe a kedvezménykörbe kerülnének? Itt vannak elképzelések. Tehát ez ugye még nem egy fix elképzelés, csak tárgyalnak róla. Beavatok mindenki. Vannak elképzelések, ugye már 18,5%-ot fizet egy munkavállaló járulékra, szemben az SZIA 16%-ával. Ez 10 nyugdíjból, 7 egészségügyből és másfél munkaerő és piaci járulékból áll össze. A 10% nyugdíj a terhére történő csökkentés, tehát az adókedvezmény kiterjesztése a járulékra azt jelenteni, hogy lényegében a közösség, az ország, az állam elismerné a nyugdíjban a gyermeknevelést. Ugye ez a társadalom filozófiai kérdés, ez már megnyílt akkor, amikor nyugdíjviták voltak, megnyílt akkor, amikor demográfiai viták voltak, és akkor azt mondtuk, hogy igen, a nyugdíjban el kell ismerni a gyermeknevelést. Hát ez most ebben a formában megtörténik. De tekintve, hogy az összegek még így is kevesebbek lehetnek, mint amennyi méltányos és igazságos, és mint amennyi hozzáférhető, ezért szükséges lehet a járulék, egészségügyi járulék terhére is ezt kiterjeszteni, vagyis a járulék is csökkenthető volna az adókedvezmény mértékével. Ez lenne az egyik verzió? Hát ugye... Vagy az alapvetés. A költségvetés teherbíró képességét figyelembe kell venni. Amiről ma beszélünk, az, hogy sok családon nagyon jelentősen segítene ez a kiterjesztés, ez azt jelenti, hogy durván 250 000 család 230 ezer fölötti számban, tehát mondjuk 250 000 család számára évi több 100 ezer forint. Így jönnek ki körülbelül 50-60-65 milliárd forint. Hogyha a költségvetés ezt képes vállalni, akkor lehet a nyugdíj és az egészségbiztosítási járulék terhére is.
leírni, vagyis ez az adó kedvezmény ott is érvényesíthető lesz. Praktikusan az áll elő, hogy egy 3 gyermeket nevelő nagycsaládos átlagkereset körül, vagy egy és két gyermekesek kisfizetéssel sem adót, sem nyugdíjjárulékot, sem egészségbiztosítási járulékot nem fizetnek. Hát innentől kezdve viszont tényleg csak az a kérdés, hogy vajon az állami büdzsé ezt bírja-e ezt a hiányt? Tehát, hogy ezt miből lehet pótolni? Azért ez egy elég nagy mennyiségű hiány lenne, nem? Nézze, Magyarország egyértelműen jobban teljesít. Évről évre jobban teljesít, és a gazdaságban is olyan jelek vannak, amelyek reménykeltőek arra nézve, hogy 2014-től, január 1-től ezt az érvényesítést, ezt a kiteljesítést meg lehet csinálni. Itt menet közben, évközben ki fognak derülni a számuk, hogyha ezek biztatóak, akkor meg kell lépni, és akkor 50 milliárd forintot, ami hát ugye körülbelül mondjuk a GDP 300 milliárd felének 1%-nak, hát szóval néhány tized százaléka, ez a költségvetés arra, hogy a magyar családok hozzájussanak ahhoz a gyermekkedvezményhez, amit megítéltünk számukra, amit megszavaztunk számunkra, ez méltányos, és ezt el kell érni. Illetve hát, hogy igénybe tudják venni. Másik kérdés az, így interneten is olvastam többféle véleményt ezzel kapcsolatban, nyilvánvalóan elkezdődtek a találgatások, és hát ugye szóba került az is, hogy ugye alapvetően a munkavállaló által fizetendő járulékokról beszélünk, tehát nem a munkáltató. Így van. Tehát ezt el tudjuk különíteni, így van, tehát ez tényleg így is igaz. Egyértelműen a munkavállaló által fizetett járulékokról beszélünk, hiszen a munkaadó által fizetett járulék az a különböző munkavédelmi akciótervek programjainak a része, az egy másik ügy, az arra való, hogy a munkahelyeket megvédjük, hogy a munkaadók munkahelyeket teremtsenek, és ne szüntessenek meg munkahelyeket, az egy másik dolog. Legkorábban mikor lehetne bevezetni ezt az intézkedést? Mi az az első időpont, amikor élni lehetne a kiterjesztett családi adókedvezménnyel? Ez a kiterjesztés január 1-től 2014-től léphet életbe, értelemszerűen új adóévtől, és úgy, hogy ha ősszel a költségvetés vitája során, illetve az ennek megfelelő adómódosítás, adótörvények vitája során ezt a parlament megszavazza, akkor ez a realitás. Egyetlen dologról még beszélünk, még alig egy perc maradt hátra ebből a beszélgetésből, de azért ellenzéki hangokat is lehet hallani ezzel kapcsolatban, hogy nem kivitelezhető, nem megvalósítható, és hát ugye hallhattuk, hogy az ellenzék soraiból is, hát ugye készülnek arra, hogyha esetleg kormányra kerülnének, akkor megszüntetnék ezt a családi adókedvezményt. Ezt hogyan kommentálná? Az, hogy az ellenzék, hogy az Együtt 2014, sőt a szocialisták is ezt a családi adókedvezményt nem is csak a kiterjesztés, hanem még ebben a formájában is megszüntetnék, azt botrányosnak tartom, de bűnnek ráadásul ez a magyar társadalom, a magyar családok és a magyar gyermekek a következő generációval szembeni bűn. Viszont ilyen reakcióik mindennel kapcsolatban voltak, hiszen nem kívánják elismerni a sikereket, nem kívánják azt elismerni, hogy Magyarország teljesít oly mértékben, hogy ezt a családi adókedvezményt ki lehessen terjeszteni. Érthetetlen módon ellenségei minden olyan intézkedésnek, ami a családokon, a gyerekesek sorsán, a munkavállalók sorsán javít. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Én köszönöm a lehetőséget.